Így néz ki az a díj, amelyet idén Nyíregyházának ítélte a nemzetközi szempontok alapján értékelő zsűri. 2020 óta az Európa Zöld Városa díjért évente 13 ország versenyez, köztük Magyarország, amelynek városai közül ezúttal Nyíregyháza hozhatta el az országos harmadik helyezést. Az elismerést a Hungarogreen 2022 kertészeti szakkiállításán adták át. Ez nem egy politikai díj, ez egy nemzetközi bírálati szempontok alapján és szakmai zsűri által megállapított díj, ami azt gondolom, hogy abból a szempontból is érdekes, hogy ennek a komplex csomagnak, a projektnek minden tagja nyíregyházi. Tehát a tervezőtől, a kivitelezőig, a műszaki ellenőr, a kertész, hát nyilván a polgármesteri hivatal munkarendszerből indult az egész, és innen irányítottuk, koordináltuk, de az egyes megvalósítók, az egyes elemeknél is mind nyíregyházi, tehát ebben az értelemben is ez egy közös nyíregyházi siker. Nyíregyháza önkormányzata a nemrégiben épített Szökőkút parkjával pályázott a díjra, amely a Sóstó gyógyfürdő és környéki zöld területeinek fejlesztései mentén valósult meg. A Szökőkút beruházása mellett mintegy 27 ezer négyzetméteren gyepesítéssel 64 lombhullatófát, 16 örökzöldet, 1879 cserjét és 503 évelő növényt ültetett az önkormányzat, amely a városvezetés zöld fejlesztéseinek egyik fontos eleme volt a közelmúltban. Akár csak a bújtosító környékének rekonstrukciója, a kulturális negyed kialakítása és még számos városrész. Az ötlet alapvetően az volt, hogy minél nagyobb egybefüggő zöld felületeket lássunk, és olyan köztéri attrakciók legyenek, amelyek a közterületekre érkező nyíregyházi, belvárosi vagy egy turisták számára is önmagában élmény nyújtanak. Az alpolgármester hozzátette, az elmúlt 10 esztendőben pályázati forrásból több mint 300 ezer négyzetméter zöld területfejlesztés valósult meg. Ennek keretében mintegy 130 ezer darab fát és 115 ezer cserjét ültettek, több mint 2,7 milliárd forint értékben. Nyíregyházán emellett 41 környezetbarát autóbusz járja a közutakat, mintegy 80 km kerékpár út szövi át a várost, és egyre több épületnél valósul meg a napjainkban egyre sürgetőbbé vált energetikai korszerűsítés.